Sziasztok! Ennek a videónak a címe az lesz, hogy a gipszkartonos mókolások. Semmi bajom a gipszkartonnal, szerintem a gipszkarton egyébként az egy nagyon jó építőanyag, amennyiben megfelelően és szakszerűen használják. Minden anyagnak megvannak a beépítési szabályai, és ezt rendszerint nagyon-nagyon meghágják, nem tartják be, és aztán utána jövök én is, készítek róla érdekesebbnél érdekesebb felvételeket. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt az adást, tanuljatok belőle, és ne azt a következtetést vonjátok le, hogy a gipszkarton az nem jó. Minden építőanyag jó tud lenni, hogyha jól használják, és jól építik be ott, ahova való. Ezeken a példákon sajnos inkább a rosszat fogjátok látni, de igyekszem majd elmondani mindig azt is, hogy hogyan kellett volna, és mi lenne a jó megoldás. Na akkor nézzük! Itt az első képeken egy úgynevezett gipszkarton száraz vakolatot láthattok, amikor is egy elkészült épület szerkezetre belülről gipszpogácsákkal, méghozzá speciális ragasztó gipszpogácsákkal gipszkarton lapokat ragasztanak fel. Akik egy cseppet is jártasak a témában, azok nagyon jól tudják, hogy itt inkább egy matyóhímzést, semmint egy szakszerű száraz vakolatot látunk, amivel hangsúlyozom, még egyszer nincsen semmi baj. Ugyanis ha jól készítik, akkor az jó, azonban itt például az úgynevezett zászlózást felejtették el alkalmazni. Nyilázzárok környékén nem ilyen alakot képzünk ki, mint ahogy itt is látható, hanem úgynevezett zászló szerűen a sarkon pont nem képzünk fogát, amit itt sikerült a kivitelezőnek elkövetni, gyakorlatilag szinte minden nyilászárónál. Itt egyébként sikerült egy zászlózást megvalósítani, a jobb oldali ablak felett látható a zászlózás, még ha nem is teljesen tökéletes. További észrevétel, hogy száraz vakolatnál illik úgy csinálni, hogy szintmagasságú lapokat használunk, ami egyébként Magyarországon nem egyszerű, de e, talán még ettől el is lehetne tekinteni. A tetőtérben folytatódott a történet, és nagyon fájdalmas gipszkarton hibákat látunk, ugyanis beépült a tetőtéri ablak, amivel alapvetően nem lenne baj, azonban a környékének a kialakítása gipszkartonnal nem sikerült. Körbe fogjuk járni pontosan, hogy mi lett volna a jó megoldás. A felső megoldásnál az a probléma, hogy a levegő nem fog tudni átfordulni, nem fogja jól kiöblíteni a nyilázzáró környékét, fönt meg fog szorulni a levegő, a párás levegő, és könnyen lehet, hogy ott adott esetben akár párás marad az ablak, semmiképpen sem így ajánlják -e a gyártók, és erről fogok is egy rajzot mutatni. Itt a hőszigetelés fönt még egyébként nagyjából jó is lenne, hiszen egy állandó vastagságú hőszigetelés van. Az alsó csomópontnál teljesen elvékonyították a gipszkartonozással a hőszigetelést, és egy egészen vékony élben fut neki a hőszigetelés magának, az ablaknak. Ez így biztosan nem jó és az is ki fog derülni majd, hogy miért nem. Egyébként nagyon régen, sok évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt így ajánlották a gyártók, azonban ezt már meghaladta a történelem. Ezen a rajzon a régi, mondjuk 2003 előtti javaslat látható, amikor alul függőleges, és jól látjátok, fönt pedig vízszintes a káva kialakítás, hogy a levegő jól át tudja járni az ablaknak a környékét. Hát, ezt a régi megoldást sem sikerült az előbb ilyen meg megvalósítani. Ha visszaemlékeztek, fönt merőleges volt a kialakítás. Megmutatom azt a rajzot, amit most preferálnak a gyártók, kifejezetten ezt ajánlják. Egyébként egy plusz hőszigetelő perem is be van építve a nyilászáró környékére. Nem tudom, hogy ez minden alapfelszerelésnek a része, az biztos hogy ez a kialakítás manapság sokkal kívánatosabb, sokkal jobb, és a rajzon fogom jelölni színessel, hogy hol tértek el. Látható, hogy van egy 10 cm-es e, nyilázzáró felületre merőleges szakasz, és utána vált át függőlegesre, illetve vízszintestre a gipszkarton. Ez amiatt jó, mert így a hőszigetelés sokkal korrektebbül kialakítható, nem vékonyodik el teljesen a nyilázzáró környékén, és a levegő, meleg levegő általi e, átöblítődés is meg tud valósulni. Szóval valahogy így kellene ezt elkészíteni, és meg kell nézni a beépítési útmutatókat, és ott egyértelműen le vannak ezek a dolgok írva. Itt megmutatom egy kicsit közelebbről, hogy látható ott az a hőszigetelő hab, ami a tokszerkezet mellé be van építve, négyes számmal jelölik, és utána tört vonalban készül el a gipszkarton. De lehet ezt fokozni tovább, mégpedig a téglafalra készülő száraz vakolással. Itt az történt, hogy elkészült a falazat, és ezt követően a vállalkozó a téglát nem fogázta ki, elkészítette a gipszkartont, és utána nem véletlen, hogy szegény ügyfelünk fázik. Nem tudta, hogy mi a probléma, ezt az épületet készen vásárolta, adásvétel útján került hozzá, és bizony, nagyon rosszak a tapasztalatai, hiszen egyrészt az energia számla igen magasra rúg, másrészt hűl az épület, húzathatások érezhetőek. Rá tudtam beszélni, hogy egy kis feltárást végezzünk, nézzük meg, hogy mi van itt a fal mögött, és... Láss csodát, centiméteres, másfél centiméteres fuga, amiben egyébként vidáman beleszaladt az ujjam egy kicsit. Féltem beledugni, hogy aztán nem tudom kihúzni, de nem történt ilyen probléma. Napi szinten küzdök a kóklerekkel, úgyhogy nagyon köszönöm például annak az 500 embernek, aki feliratkozott a csatornára, amikor az a katasztrofális fémajtó beépítés volt. Hát az valóban egy röhelyes sztori volt. Múltkor megnéztem... Közel 100.000 megtekintettétek, és 500-an feliratkoztak. Nagyon köszönöm nekik. Egyébként igazából számomra és a csatornának ez adja az erejét, hogy egy értelmes csapat van itt. Jól kommunikálunk, úgy érzem, hogy jó ez a hangulat, ami itt van és sokan támogattok, úgyhogy bátran megyek ki az építkezésekre, és hozok nyilvánosságra olyan dolgokat, amit sokan nem tennének meg. Úgyhogy köszönöm, akinek feliratkoztak, és aki most feliratkozik, azt is köszönöm. Szóval nézzük tovább a gipszkarton témát. Ott tartottunk, hogy sikerült-e kihúzni az ujjam, sikerült. Egyébként azt hiszem, darásfészekben nyúlok, mert nagyon sok helyen fennáll ez a probléma, ugyanis Jellemzően a gipszkarton felület alatt nem hézagolnak ki. Természetesen, ha időbe kapcsolok és műszaki ellenőrzés során látom, hogy adott esetben változtatnak a technológián, akkor mindig felhívom erre a figyelmet, és szerencsére nagyon sok esetben meg is fogadják. Természetesen, ha nem így lenne, akkor viszont bontás a vége. Akkor, amikor már egy kész épülethez hívnak, és ilyeneket látok, akkor már lényegesen kisebbek a lehetőségeink. A szomorú az, hogy ez nem egyedi. Ez a kép ez egy másik háznál készült, mintegy 150 millió forint értékű ingatlan, és bizony itt is ez történt, a hőkamerás képek egyértelműen mutatták a dolgot, azért szerettünk volna meggyőződni. És hogy hogyan exponálódik ez a hatás? Nézzünk meg egy videót, amikor az épület, illetve a gipszkarton háta mögötti térből fúj a szél, és gyakorlatilag megjelenik akár a konnektorban. Egy kedves ismerősömtől kaptam ezt a videót, ő készítette, gyakorlatilag fújja a gyertyát a szél, és a gyertya pedig lobog. Mindez azért, mert a gipszkarton mögött nem készült hézagolás, ott elvezetik a csöveket, a dobozok hézagosak, és így aztán a szél befúj az épületbe, és ez valóban érezhető, kellemetlen. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!